A második világháború után a rettegés korszaka nem ért véget. Hazánkat megszállta a szovjet vörös hadsereg. A hatalomra Sztálin hűszolgái kerültek. Boldognak kellett látszani, nem volt szabad igazat mondani. És azt is büntethették, aki soha semmi rosszat nem csinált. Az zsarnokság van az óvodában, az utcai tanácsban,
November 4-e hajnalán megtámadták a szolnoki helyőrséget. Tóth Mihály és Vajda László sorhonvédek hősi halált haltak. Ezután megkezdődött Budapest és a többi városok megszállása. Napkultúra az éjfélt válhatban, részletek az akkor 15 éves Szeglézi Edit napuljából. 1956. november 1-e. Haladtak napja van. Délután édesanyámmal és édesapámmal a temetőbe mentünk. Ma este hazonakor az ablakokban gyertyát gyújtanak ország szerte. A szabadságharcunk elesettek tiszteletére. Együtt vagyunk örömben, együtt vagyunk hagyászban. Ezt jelezte számomra az ablakokban égő gyertyának. 1956. November 4-e, vasárnapon. Tegnap úgy terveztem, hogy ma templomba megyek. A városban, a középületek előtt és az utcákon végig oroszlánok sorakoznak. Napok óta nem engedik be a Budapestre érkező vörös keresztes szállítmányokat, és Pesten 30 ezer sebesült ellátásáról kell gondoskodni. Itthon mindenki ideges. Édesapám nagyon kedvetlen. Folyton azt mondogatja, hogy túl szép államban függetlennek lenni. Kapunk helyette olyan terror, amilyen még nem volt. Koronaföld, korom, nagy könyörtelenül, minden nemzetében Magyarország körül. Hegyek, völgyek, érzik, kutyukák és szélyek. Amit tudjuk, hogy nincs el, alkalmak, érdekel. Koronaföld, korom, nagy könyörtelenül, minden nemzetében Magyarország körül. Hegyek, völgyek, érzik, kutyukák és szélyek. Amit tudjuk, hogy nincs el, alkalmak. Nagy Imre közfelkiáltásra megválasztott miniszterelnök hiába kért az áruló nyugattól segítséget. Köszönöm.